Na hát sziasztok, én Alex vagyok, és elérkezett ez az idő is, hogy elkezdünk egy sorozatot, amit nagyon-nagyon sokan akartatok, de tényleg, szóval hihetetlenül sokan. Ez lenne az 5 milliárd a tét. Szóval, aki nem tudná, hogy mi az az 5 milliárd a tét, az igazából olyan, mint a 100 millió a tét, de ha valaki nem tudja, mi az a 100 millió a tét, akkor elmondom. Szóval nagyon egyszerűen a sorozatnak a lényege, hogy a sorozat végén meglegyen ugye az adott összeg, ez esetben az 5 milliárd. És az 5 milliárdból megveszünk majd a Giant Rang nevezetű rangot, ami a legnagyobb jelenleg a játékban. Szóval, az előző, az ugye 100 millió tét volt, ezt kivettük, majd abba hagyom, mert azóta már más lett minden a szerveren, és azóta könnyebb is hozzájutni pénzhez, és az a 100 millió az nagyon egyszerű lett volna most, ha folytatnám a sorozatot, nagyon egyszerű lett volna összeszedni. Fontos tudni erről a sorozatról majd, hogy több embert fogom csinálni, jelenleg single-be fogom nyomni, Szinglibe, igen. Na jó, viccen kívül, szóval igen, egyedül fogom nyomni ezt a sorozatot. Tanultam a hibáimból, mint például az előzőni, hogy vágjam ki a részeket, ami tényleg, ami nagyon unalmas, szóval építeni, például amikor építek dolgokat, vagy kiások dolgokat, azokat vágjam ki, vagy gyorsítsam fel igazából, azt mondtátok, ezen tanultam, és meg is fogom csinálni ezt ebben a sorozatban. Na mindegy, meg a lényeg igazából a sorozatnak, hogy bemutassak egy csomó taktikát, hogy hogyan lehet pénzhez jutni elég könnyen. Ugye? Na, jelenleg 3 óra van, ezt fontos tudni. Szóval nem tudom, hogy mennyi hangzok hiperaktívnak, de nem vagyok hiperaktív igazából annyira, de próbálok beszélni annyit, amennyit tudok. Szóval feljöttünk egy másik karakterrel, a neve Super User XX. Igen, egyedi volt. Amúgy az IP a leírásban van, play.funhub.hu, és a textúra is, mielőtt kérdeznétek, így elég jó textúra, ilyen alap Minecraft igazából, csak szebb, szerintem. Na, hol kezdjük, mint játékos, ha feljössz elsőnek? Semmi... Bocsa ura, jó. Jó. Szóval, semmit nincsen. Van, ja amúgy a kit kezdő az jobb lett egy kicsivel, ugye fa eszközök meg a steak miatt. Szóval nincs semmid. És hogy kéne kezdeni? Ugye $2500 van. Ezzel kezdesz. Mit tudsz ebből vásárolni, ami nagyon fontos? Hát én szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, és fellépsz egyből, hogy fogod és belépsz a favágóba. Szóval, beléptél favágóba, oké, és ez nagyon jó meg minden, mit csinálsz utána? Jössz ide oldalra, ugye ez lehet meg fog változni a jövőben ez a kinézet, de ugyanitt lesz. Szóval, vágtok fát, ugye kőbaltával még nehéz, ott van 1500-ért viszont egy jobb balta, viszont azt még nem tudjuk megszerezni, a nincs rá szerintem még annyira sok pénzünk. Viszont, látjátok, érjük el a sok szintet, és már lehet 4000-ünk. Szóval így nagyon-nagyon könnyen lehet pénzt szerezni így alapjátékosként, ugye. Na, szerezzük a pénzt, nagyon-nagyon jó. Mindjárt eljutunk oda, hogy meg tudjuk venni, már meg tudjuk venni, de ezt kivágjuk itt. Nem hiába van a kőbalta elsőnek, ugye. Szóval... eléggé sok pénzt kapunk ettől, XP-t is, és ezért lettünk már majdnem 5-ösök szerintem. Mindjárt 5-ösök leszünk. Szóval egy ilyet kivágtunk, és szerintem lassan 5-ösök leszünk. Na, perbal, és lett ebből majdnem 10 000. Nagyon jó meg minden, megveszek ezt a baltát. Szóval lehet látni, hogy ezzel könnyű elsőnek pénzt szerezni, nem lehet sok mennyiségű pénzt szerezni ahhoz képest, a 5 milliárdhoz képest, ugye? Szóval kb. 1000-szel ennyit kéne kijutni, vagy hát 10 000-szel, nem tudom, nem akarok itt matekozni nektek, mert nem állok annyira jó matekból, szóval pont meglett a 4-es év végére, ami jó azért, 3-as lettem volna egyébként. Szóval, na, nézzük, 606. szint, oké, és favágom munkában, nagyon-nagyon jó, és akkor figyeljétek, Most már 12.000 lett. 2 ilyet kivágtunk, és 12.000. Megnyomjuk a Jobs Pros, akkor rányomjuk, hogy favágó vagy bányász, egy munkád lehet egyszerre. Itt látjátok, hogy 154 dollárt szereztek egy fával. Ez elég kemény, és ugye, ha még jobban akarjátok, szóval ezt a fát megtartom, ha nem probléma nektek, ha még jobban akarjátok duplázni a pénzeteket, akkor ezt is tudjátok adni a VAR piacon, gyorsan ide teleportálunk. Meg is mutatom, hogy hol. Szóval itt lehet eladni fapiac, és akkor ezt el lehet még adni 16 darabot 850-ért, ugye, ami eléggé, szerintem megéri, eléggé, ha akarjátok még jobban a pénzt szerezni, persze. Bár nem éri meg annyira, de azért mégis, elgondolva, mégis sokkal jobb szerintem. Na, eddig jó, és akkor megvan a pénzetek, mit fogtok csinálni? Szóval van most jelenleg 12 ezrünk. 12.000-ből csinálni, megnézzük az AH-t. Ugye AH az azt jelenti, hogy akcióház, ahol meg tudtok vásárolni elég sok mindent, amit a játékosok felraknak. Szóval nem mi, hanem maga a játékosok. Szóval vadász ásó van itt, ugye. Következő oldal, csabinyófejek, van egy csomó csont, ez miért, de erre mit az? No, mindegy. Mulatkozottiek, ugye van itt zombi spawner. Szóval a spawnerhez is nagyon gyorsan hozzá tudtok így félni, meg elég könnyen. Fontos tudni, hogy a spawnereket csak Dragon, ki hogy hívja, rangtól lehet hozzáférni, úgymond, szóval akkor lehet lerakni. Szóval én azt mondom, hogy addig nem érdemes ezzel foglalkozni a spawneres ügyen. Ugye most ez, itt van nekünk egy alapmódszer, hogy tudunk pénzt szerezni, egy nagyon sok mennyiségű pénzt. Egyfajtában fát kell venni, nem a legizgalmasabb dolog a világon, de mégis jobb, mint a semmi. Ugye szintet érünk el, akkor minél, akkor több pénzt fogunk kapni egyértelműen. Szóval még bányászunk. És elég durva, hogy ennyi pénzt meg lehet szerezni ennyi favágással. Szóval már közeledünk a 100 000-hez. 100 000-hez, 20 000-hez. Jó lenne a 100 000, higgyétek el, hogy jó lenne. Szóval 19 000 mindjárt. Ugye megnézzük a rangokat. Sok ember megkérdezi, hogy megírja az ultrát venni. Én szerintem hagyjátok azt a fost, már bocsánat, hogy beszélek, de tényleg, szóval azt hagyjátok. Egy híróra gyűjtsetek össze, azzal már megír játszani. A daronék 2 millió, szóval lehet 4 szerezni a pénzt azért 500 000-től, azért nehéz. Queen meg a Daron az meg az alapban az már nehéz. Na mindegy, viszont még van itt a lovag, akik ugye ezek, ez most jött be nemrég, hogy az igazi pénzes rangokat meg lehet venni. Szóval 500 millióért meg lehet, ez 200 millió, 1 milliárd és 5 milliárd ugye a Giant. Szóval eléggé durva, nagyon durva. Vagy 8 000-ért, mert az az 5000 forintért meg tudjátok vásárolni. Ugye ez a fatelep megoldás nem annyira rossz, viszont azért a későbbiekben vannak jobb megoldások pénzszerzéshez, bocsánat, nem tudok beszélni. 23 ezrünk lesz lassan, szóval igen, elég lassan lehet szerezni itt a pénz, sajnos, de hát favágóként mit vársz? Szóval elhagyjuk ezt a favágó munkát. Favágó, ugye ez le lesz majd magyarosítva. Szóval join bányász. Jó, most már van egy bányász munkánk ugye. Szóval megnyomjátok ugye, úgyhogy browse, és akkor itt rányomtok, és akkor meg tudjátok nézni, hogy mennyivel tudtok keresni. Szóval a color az például 300 dollár, az iron ore az 500 dollár, a gold ore az 750, nyilván 4000-re, meg át 6500, szóval itt meg lehet nézni. Persze a nagyobb szinten vesztek, akkor minél több pénzt fogtok érte kapni. Úgy tudom, hogy 40 000-et kaptok, ha eléritek a maximum szintet, ami őszintén sok. Szóval, ha jól tudom, lehet eszközöket itt vásárolni. Igen, lehet, jól tudtam. Gyémánt eszköz mennyibe kerül? Látjátok? Bum, 3000-ért tudtak menni már egy gyémánt csákányt, meg is van a vacsora. Hogy mondjam? Na szóval felvart vadonra elmentek. Nem kell más, szerintem ezen kívül csak ez. egyél egy kaját. Igen, a achievementeket is el akarjuk élni a évad végén, az összeset. Ugye ezt ugyanaz megnézem, mérföldkövek lista. És akkor itt van minden, szóval játszott idő. A játszott idő talán ami nehéz lesz, 192 óra, azért nem a legkönnyebb. 1 óra az még könnyű. Játsz 1 órát, nem tudom, hogy játszottam ennyit, na mindegy. Egy pár percet apkoltam, na mindegy, halálok. Ugye egyet haltam, nem, azt hiszem egyszer voltam még fent az apkal, na mindegy. Szóval 10 percben vagyunk. Na 10 perc alatt már elértünk, hogy van egy émán csákányunk, meg van majdnem 20 ezünk, ugye ebből most elköltöttünk egy fárat és lett 18 ezünk. Jó, szóval itt kell itt csinálni, itt egyszerűen csak lehet elásni. És akkor ugye kapjuk itt már a pénzt. Túrázó, első, és ilyenkor kapjuk még azt hiszem, nem ezért, mert nem kapsz pénzt, azt hiszem az előzőért, igen, 500 dollárt kaptunk, szóval még kapjuk itt a lóvét az achievementekért. Mondjátok, hogy ez nem király komolyan. Szóval, ezekért nem kapunk sokat, ugye, nem. Na viszont ezért már igen, ezért már nagyon sokat is kapunk. Ezért mondom az embereknek, hogy a bányász munka sokkal jobb, viszont több türelem kell hozzá. Ami az embereknek általában nincs, ugye. De viszont mindjárt megmutatom, hogy mennyi pénzem van. Hama még kimutatja persze. Ajánlom, itt hama még kiássuk ezt az egészet. Elérted a 30 szintet. És akkor egyfajtában több pénzt fogunk kapni a dolgokért. Ugye ez nem tudom, hogy jövőben, mert ahogy láttam egy kicsit OP, de jövőben lehet ez egy kicsikét lesz csökkentve, ugye nem nagyon, de kicsit. Szóval per bal, bum, 30 000 pár színne, meg pár arannyal. Mondjátok, hogy ez nem éri meg. Szóval, menjünk tovább. Nem kell lávába beesni, pöröső. Jó. Na, itt menjünk tovább. Hát nehéz lesznek. Ja, hát van fán meg, szerintem, de hülye vagyok. Szóval. Így. És akkor megcsináljuk egy kicsi mennyiségű fákját. Egy 64-et legalább, na. Nagyon jó. Ezt ide rakjuk. Nagyon hülyén néz ki, úgy néz ki itt a gombókat ezt tovább. A kölcsön néz ki jól, aztán ez föld, ugye? Nem kell bele, bocsánat. Szóval, van itt szén még, jaj, ez nem volt jó. Így, na. Van itt egy csomó szén, redstone is, és az nagyon jó, hogy gyémántcselkenyünk van, hogy akármit ki tudunk kötni. Ez a legjobb benne. Ugye telket akarok csinálni, nagyon nagy telket, ami tele van rakva mindennel. Mostanság a telkeket jobban megszerettem, mert kicsit már biztonságosabbak, mint voltak, ugye, szerintem. Ezek a hangok persze, ezek creepy. Ez creepy hangok komolyan. Na, haladunk. Egy részt általában 18 percre akarok tervezni. Amúgy ezeket a részeket azért nem vágom még ki, mert ilyenkor segíteni akarok nektek, hogy tippeket adni közben. Szóval ezeket azért nem vágom még ki. Live közben, viszont alapban nem tudom majd kivágni, de lesznek live-ok, inkább live-ot akarok, ugye. Persze lesznek videók is, amikor nem érek rá. Például hajnal 3-kor. Amikor ráérek pont, igen, egész nap nem értem rá, szóval sajnos csak este tudok videózni. Na, elég jól haladunk. Ja, meg egy jó hír, hogy lassan lesz vége egy új processzorom. A mostani 6 éves a mostani processzorom. Igen, egy kicsit régi. Egy AMD Ryzen-et gyűjtögetek. Ami már lassan kész van, szóval azért lesz ez jobb nektek, mert több lesz a live és több lesz a videó is, mivel, ups, igen, szóval ultráként már vasfarmokat csinálni gyerek, nem, azt nem szabad gyerekek, nem szabad vasfarmot csinálni már egybe ultráként, mert fölösleges, szóval nem tudjátok úgy megcsinálni, mint például egy king, akár. Ugye a Giant tud csak lehívni Iron Golem Spandereket, és persze az AH az tele van rakva Iron Golem Spannerrel. Ezek nem azok. Szerintem megvették az összeset, na mindegy. Viszont általában tele van rakva. Szóval mindjárt mutatok egy pénzegyenleget, csak hogy lássátok, hogy pontosan mennyi is van. És remélem, hogy tetszeni fognak ez a sorozat, szóval nagyon sokan kértétek, tényleg nagyon sokan, szóval ez volt az a sorozat, amit a legtöbben kértétek a csatornán. Komolyan, szóval nagyon durva. meg sok ember ezért ezt a sorozatot szereti tőlem. Amit akarok most csinálni szinte, csak ezt akarom szinte csinálni, persze nem csak ez, de szinte csak ezt úgy értem, hogy a csatornán fele videó ez lenne, ez a sorozat, amit tényleg jó lenne. Egy kérdés viszont, amit én sem tudok, hogy suli időben mennyire lesz videó. Ezt nem tudom. Ezt nagyon nem tudom. Ezt tényleg annyira nem tudom, hogy nem. Szóval, ha tudni kell válaszolni, akkor válaszolni kell, de az a baj, hogy 9. osztály az nekem nehéz lesz. Én nagyon érzem, hogy nehéz lesz nekem. Ugye azért 7 év után Magyarországra menni, és szerintem elég jó lett a helyesírásom, szóval majdnem 4-es kaptam belőle. Az elég jó, szerintem. Attól függ, hogy 7 évet Skóciában voltam. Ugye ez most lehet, hogy hülyén hangzik, hogy csak 3-as lettem. Na, elértük a gyűjtögetőt is. Szóval higgyétek el, nem a legkönnyebb a világon, hogy most fogod. Oké, és mész külföldre, 7 év után visszajössz, és emerád. Ez emerád, gyerekek. És 7000-et kaptunk érte. Vagy nem ezért szerintem, de összesen 7000-et kaptunk, amit egyik kibányáztunk. Szóval igen, ez a bányász munka, ez egy kicsit OP. 100 000-nél tartunk, gyerekek. Szóval, sok ember panaszkodik, hogy nem lehet pénzt szerezni a szerveren. Én nektek 17 perc alatt szereztem 100 000-et. Mondjátok, hogy ez ne. Szóval én mondom a játékosoknak, hogy használj ki a munkát. Ugye ezt még bővítettük, ezért is lett ennyi OP. Szóval most már nyugodtan lehet menni és bányászni, vagy fát vágni. A favágás az még nem a legjobb. Ahhoz nagyobb szintű kell, hogy legyél, hogy jól legyen, de hát még kifejleszted magad, addig a 80-szor ezt kifejleszted. Alapból legalább kapod itt a sok ércet, és akkor eléggé gazdag tudsz így lenni. És meg tudjátok akár ti is gyűjteni a sok rang, a jó rangokat, ugye? Jaj, na, ups. Így. Szóval elég komoly. Itt kibányászunk pár dolgot, és akkor vége lesz ennek a résznek. Csak be akartam jelenteni, hogy lesz ez a sorozat. Ugye live lesz leginkább. Csak egy videót kellett készítenem, persze, így nyitásként, inkább nyitásként, mindig videókat csinálok. Van egy nekem a szimpatikusabb elsőnek. Szóval... Van itt egy pár vas még. Szóval gyémántot még nem találtunk. Hogy nézem, valaki viszont járt itt, de semmit nem ásott ki. Párszor visszalagol a blokk, nem a netem miatt. Azt hittem pedig, de mindegy. 33 ping az teljesen jó. Jó. Éj, ez jó volt. Az igen. Na, első alkalom megölt egy zombit, igen, 500. Na, ahol még amúgy sok pénzt lehet szerezni, szerintem a MOB Arena. Mindenképp MOB Arena. Na, így. Nagyon jó. Na, ups, itt is van. Szóval most mondhatjátok, hogy el lehet élni a legnagyobb rangot a játékba. Igaz, hogy nem könnyű. Nagyon nem könnyű szerintem. De ja, el lehet élni. El lehet élni mindent a játékba, gyerekek, amit tudtok. Nem jó. Okés. Nem veszítettünk ezzel semmit, mert meg volt a 120 ezünk, ami fontos. Na jó, viszont lezárnám akkor itt egyből a részt. Veszek egy gyémánt cserkányt csak a következő rész alkalmából. Szóval... igen, 3000 cserkány egy ilyen. Ezeket lehet még javítjuk. Ezeket még lehet javítjuk, mert nagyon... Ez a rendszer ez még nem a legjobb, úgymond a pénzrendszer. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk akkor live-ban. Ha minden igaz, lehet holnap lesz már live. És akkor második rész lesz az. Na mindegy, ez volt az első rész. Nyomjatok egy lájkot, mutassátok meg, hogy mennyire is akarjátok ezt a sorozatot, mert engem tényleg nagyon érdekel. És iratkozzatok fel, csengőzzétek be, ha nem akartok lemaradni a live-okról. Persze már lemaradtok, akkor sajnálatos módon lemaradtok, szó szerint. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Én Alex voltam. Sziasztok! So